Végéhez érkezik a veronai busz tragédia kártérítési ügye, miután megállapodás született a biztosító és a veronai busz balesetben érintettek, valamint családtagjaik között a teljes kártérítési fedezet felosztásáról. Az egyik legkomplexebb magyar biztosítási ügyben a Groupama csaknem 1 milliárd 890 millió forintot fizet ki a károsultaknak. Az olaszországi Verona közelében 2017. január 20-án éjjel 17-en vesztették életüket, amikor a budapesti Szinyei Merse Pál gimnázium diákjait és tanárait szállító busz balesetet szenvedett. A buszon 56-an utaztak, 43 gyermek, 11 felnőtt és 2 sofőr. Pörzse Tamás ügyvéd a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Aki 24 családot képviselt a genovai buszutasai közül. 1 milliárd 890 millió forint. Sok ez vagy kevés? Matematikailag sok. Kártérítési szempontból pedig azt gondolom, hogy kevés. Tehát ha úgy nézzük, hogy sikerült kimeríteni azt a jogszabály felső limitet, amit meghatároz a kötelező felelősségbiztosításról szóló jogszabály, tehát hogy egy káresemény után ez a maximális összeg, amit egy biztosítónak ki kell fizetni. Tehát ha így nézem, akkor igen, ez egy nagyon nagy összeg. Ha úgy nézem, hogy itt a buszon ülőknek és az ő hozzátartozóiknak mekkora a kárigénye, akkor azt gondolom, hogy ez kevés. Tudja, mivel vetettem össze? A vörösi szappellel, ott 2015-ben volt ítélet, és 500 millió forintra perelték a MAL-t, és 33 millió forintot ítélt meg a bíróság. 500-ból 33-at. Nézze, ez egy érdekes kérdés, ugye, hogy alapvetően azért ezeknek a kártérítési ügyeknek az a mechanikája, hogy a károsultak jogi képviselői mindig többet szeretnének. Mennyit kértek egyébként? Mennyire nyújtottak be igényt? Hát összességében mondom, tehát az összkárigények az ennek a háromszorosa. Tehát 6 milliárd forint körül, hát, vagy ma 5,5 milliárd igen, forint igen, volt? Igen. És ebből kellett egy a kialakult gyakorlatnak megfelelő felosztást csinálni. Tehát lehet azt mondani, hogy ez egy mérföldkő, ahova elérkeztünk, mert egyébként Magyarországon ilyen még nem volt. Tehát ez egy jogtörténeti esemény, ami bekövetkezett. Tehát lehet azt mondani, hogy ez egy sikersztori, de ez nem az. Tehát ez egyáltalán nem az. Én azt gondolom, hogy a jövőre nézve akár meg kell fontolni azt, hogy ezt a limit összeget meg kell emelni. Ez már túlmutat rajtunk ügyvédeken, vagy az ezzel foglalkozó szakembereken. Ez jogszabály szinten lehetne, ez nyilván nem csak Magyarország, ez egy európai egyezmény határozza ezt meg, és minden országban ez a maximális keretösszeg, ami most kimerítésre került. A biztosító vesztesként távozott ebből a perből? Nem per, tehát ezt szeretném hangsúlyozni. Még a per előtti, peren kívüli megállapodásnak lett igen ez az eredménye, ami azt gondolom, hogy jó, hogy nem jutottunk el odáig, hogy perben kellett volna az igényeket érvényesíteni. Rossz viszont az, hogy ennek három évbe telt, mire eljutottunk idáig. Tehát én azt gondolom, hogy ez az, ami nem feltétlenül, a jövőre nézve én azt gondolom, hogy ezeket az ügyeket, főleg ami ilyen típusú és ilyen érintettségű, ezeket hamarabb be kell fejezni. Tehát mindenfélnek az ez azért... Ez nem a hatóságokon múlott, hanem a két fél megegyezésen. Igen, én az egyik oldalon vagyok. Tehát a biztosító húzta az időt, ő most azt mondta. Én azt mondom, hogy lehetett volna ez sokkal hamarabb, megnyugtatóan ezeket az ügyeket rendezni. Nyilván nagyon sok dolog hátráltatta az, hogy ugye magyar utasokról van szó, Olaszországban történt. Akkor vajon a magyar jog alapján lehet intézni ezt a kárügyet, vagy az olasz jog alapján? Azt tudni kell egyébként, hogy Európában, Olaszországban a legmagasabbak a nem vagyoni kártérítési összegek, tehát a sérelemdíj iránti igények. Magyarországon ez a töredéke. Nem véletlenül ugye, hogy akkor most esetleg melyiket próbálja a jogász érvényesíteni, hát nyilván azt, amelyik az ügyfelének a legmegfelelőbb. Ilyenfajta, de szeretném azért ezt hangsúlyozni, amikor most összegszerűségekről beszélünk és kártérítésről,
hogy ez egy igen kiemelt ügy volt. Tehát itt nincs az összegszerűség, ami elfogadható lenne. Tehát ezt azért szeretném hangsúlyozni. Békéhez úgy érzi, hogy hozzájárultak, most ők elégedettek? Én azt gondolom, hogy... Nyugvópontra jutott a gyász folyamat? Szerintem nem. Ez hosszú távú folyamat, mindenkinél másképp fog ez bekövetkezni. Ez egy olyan eljárás, ami próbál valamilyen kompenzációt biztosítani, de vannak olyan veszteségek, amire a pénz az semmilyen formában sem ad kárpótlást. Nagyon rövid választ kérni tőlem. Öntől mikor kaphatják meg ezt a pénzt? Mikor nyomják meg az utaló gombot a biztosítónál? Ez megtörtént. Már megtörtént. Ez a hétnek az eseményei voltak. Tehát ha így nézem, akkor Magyarországon ez az ügy ilyen formán lezárult. Van még tovább. A büntető része? Nem, a büntető része is megy, hát az sajnos még sehol nem tart Olaszországban, de az autópálya mérnökségének is a felelőssége felvetődött, tehát az ő kollégái, azok ott ülnek a vádlottak padján. Tehát amint a büntető eljárás eredményesen lezárul, és ezeket az embereket a bíróság bűnösnek mondja ki, úgy megnyílik egy további lehetőség, hogy aztán ezzel a károsultak élnek-e, vagy nem, vagy pedig azt mondja... Mikorra várható ez? Fél mondat? Hát tisztelettel, hosszú évek. Pörzse Tamás ügyvéd, köszönöm, hogy eljött. Köszönöm a beszélgetést.